Egy ilyen tudományos konferencia azért fontos, hogy a korszak kutatóinak lehetősége legyen az eredményeiket egymással is megosztani. Az országból mindenhonnan, a nagy kutatóhelyekről, az ELTE-ről, a Régészeti Intézetből, a Szegedi Egyetemről, a Pécsi Egyetemről, a vidéki múzeumokból, az országhatáron belülről, és várunk kollégákat a Felvidékről, illetve Németországból. Folyamatosan tudunk újdonságokat mondani, miután például az autópályás feltárások, a beruházásokhoz kötött nagyobb feltárások folyamatosan hozzák az új eredményeket, és mondjuk éppen a szlovákiai kutatók ebben a korban, amikor is a Duna, mint egy fő közlekedési útvonal funkcionált, nagyon fontos, hogy eszmét tudjunk cserélni, és össze tudjuk vetni azt, hogy mi van a Duna két partján. És hogy milyen egy jó konferencia? Egy jó konferencia az egyébként arról szól, hogy érdekes, új, izgalmas eredmények jelennek meg, másrésztről pedig hozzátartozik a jó hangulat. Hála Istennek, hogy azok az emberek, akik most megtiszteltek minket és eljöttek ide, azok nem csak kiváló kutatók, hanem nagyon rokon szenves és kedves emberek is, úgyhogy szerintem jól fogjuk magunkat érezni együtt. A tudományos tanácskozást Bereznai Csaba alpolgármester nyitotta meg. Ez is egy fontos feladat a múzeumnak, ne csak a laikus, az olyan közönségnek, amilyen én vagyok, hanem azoknak a szakembereknek is, akik az értékeink feltárásával, megőrzésével foglalkoznak, nekik is szervezzen konferenciákat, hozzájuk is szóljon. Azokat a kutatásokat, azokat az eredményeket, amit a megyénkben, vagy akár a munkatársak részétől távolabb is történtek, ezeket vessük össze azokkal a szakmai intézményekkel, partnerekkel, kollégákkal, amelyek a Kárpát-medence nagyobb kitekintéséről is valamilyen visszajelzést adhatnak. Ez történik itt ma. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, nagyon értékes konferencia. Tényleg rangot ad a városnak, rangot ad a mi múzeumunknak.